Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a csatornán, Dóri vagyok. Ez a mai videó, mint láthatjátok is a címből, arról fog szólni, hogy mennyit keresek a YouTube-on, és még beszélni fogok az együttműködésekről is, hogy milyen együttműködéseket vállalok el, vállaltam el eddig, és hogy miért. Akik nézik a videóimat, ők tudják, hogy tavaly januárban kezdtem el videózni, és elsősorban anyalánya vlogokat készítettem, amiben ugye megmutattam, hogy hogyan élünk a kislányommal, hogyan telnek a napjaink. Azért is kezdtem el videózni, mert szerettem volna megmutatni más anyukáknak is, hogy nekünk hogy telnek a napjaink, és hogy bennem milyen érzések vannak. Néha nekünk is vannak nehéz napjaink. Szerettem volna, hogy lássátok ti anyukák, hogy másnak is ugyanolyan nehéz, és más is ugyanazokon megy keresztül, így anyaként. Ez a videókészítés és videószerkesztés nekem egyébként egy önterápia is. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon szeretek videókat készíteni, és aztán megszerkeszteni, és utána újra megnézni az elkészült művet, úgymond. Mindamellett, hogy én gyerekkoromban eléggé visszahúzódó voltam, csendes, mivel rám lett rakva ez a címke, de ez egy más téma. Ennek ellenére én nagyon-nagyon szeretek kommunikálni, szeretem kifejezni magamat, az érzéseimet, hogy mi zajlik bennem, és ezért is kezdtem el Instagramon is ilyen hosszabb, őszinte posztokat is írni már hónapokkal ezelőtt, mivel ez is így segített nekem feldolgozni, amikor valami nehezebb dolog történt az életemben, akkor ez egy segítség volt, hogy feldolgozzam, hogy kiírom magamból, és aztán pedig kaptam ugye az üzeneteket, a reakciókat, hogy fú, ugyanezt érzem, ugyanezen megyek keresztül, de jól megfogalmaztad, és akkor ez egy visszaigazolás volt, hogy fú, igen, más is keresztül megy ezeken a dolgokon, szóval nekem is visszaigazolás, hogy nem vagyok egyedül. Szóval így a videókon, posztokon keresztül szerettem volna kapcsolódni anyukákkal, ami egyébként sikerült, és nagyon-nagyon sok kedves, csodálatos anyukával sikerült úgymond megismerkednem így az interneten, és ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy végül is belevágtam a videózásba. Már évek óta tervezgettem, de igazából mindig féltem, hogy majd mit szólnak az emberek, aztán rájöttem, hogy tök mindegy, nem kell ezzel foglalkoznom, mert az emberek így is úgy is el fognak ítélni, szóval sokkal jobb, hogyha valami olyat csinálok, amit szeretek, mert negatív kommenteket, ítélkezést azt kapni fogok, ebben biztos vagyok, kaptam is már. Lesz is még egyre több szerintem, ahogy ugye nő a csatorna, de igazából ezekre is úgy tekintek, hogy ezek is valamit tanítanak és előre visznek, nem hagyom, hogy visszahúzzanak és megállítsanak. Szóval tavaly januárban kezdtem a videózást. Tisztában voltam vele, hogy külföldi youtuberek mennyit keresnek nagyjából, ugye őrült összegeket is kereshetnek a sikeresebb youtuberek, illetve ugye a különböző együttműködések által, szerződések nagy cégekkel, de én úgy voltam vele, hogy elkezdem, és igen, hogyha ebből lesz bevételem, én annak nagyon-nagyon örülni fogok, mert én mindig is úgy képzeltem el, hogy valami olyat fogok csinálni, amit szeretek. Bennem nem az a minta van, hogy a munka az egy utálatos dolog, azt utálni kell, és alig várod, hogy már vége legyen, és épp hogy keresel vele pénzt. Bennem nem ez a minta élt, én nem így nőttem fel, hála az égnek, mert a szüleim mindig is vállalkozók voltak, és én is éreztem mindig, hogy valami mást szeretnék az életben. Tavaly januárban belevágtam, és igazából januártól egészen augusztus végéig én nem kaptam egy forintot sem a YouTube-tól, mivel ugye el kell érni az 1000 feliratkozó számot és 4000 megtekintett óra számot ahhoz, hogy a YouTube elkezdjen fizetni ugye a nézettség után, és igazából 1000 nézettségre van megszabva, hogy körülbelül mennyit fizetnek. Nálam ez azt hiszem most ilyen 3 dollár körüli összeg, tehát 1000-en megnézik egy videómat, akkor azután körülbelül 3 dollárt kapok, és ugye ebből tevődik össze a bevételt kapok a YouTube-tól. Illetve ugye a shortokért is fizet, de sokkal-sokkal kevesebbet. Múltkor így nagyjából kiszámoltam, és azt hiszem, ha 100 000-en megnézik egy short videómat, azért 3 dollárt kapok. Tényleg nem egy nagy összeg, az nagyon ilyen apró pénz. Persze azoknak, akiknek mindig milliós nézettségű shortjaik vannak, az ott megint ugye egy más helyzet, mert ha már 1 millióan megnéznek egy shortot, az körülbelül 30 dollár. De ez is egyébként teljesen változó, hogy melyik csatorna mennyit kap a nézettségek után, ez függ ugye attól is, hogy mi a témája a csatornának. Egyszer hallgattam egy videót, és ott mondták, hogy az ilyen pénzügyi csatornák sokkal-sokkal többet kapnak a nézettség után, mint mondjuk az ilyen blog csatornák, mint az enyém. Szóval még én 3 dollárt kapok, addig lehet, hogy ez a pénzügyi csatorna meg 20-30 dollárt kap 1000 megtekintés után. Szóval elég nagy különbségek vannak, ebből is lehet látni. Én most így az enyémről tudok csak beszélni nektek. Szóval augusztus végén értem el azt a szintet, hogy YouTube elkezdett fizetni nekem. Augusztus végén csak egy pár nap volt, azt hiszem, és ott 3000 forintot kerestem. És mindig úgy van ugye, hogy az előző havi keresetet azt következő hónap 20-25-e körül utalják ki a bankszámlára. Tehát szeptember 20-25-e körül én 3000 forintot nem kaptam meg, mert 20 000 forintot el kell érni, hogy kiutalják a pénzt. Aztán utána ugye szeptember volt így igazából az első teljes hónapom, mikor kaptam pénzt a videóim után, és akkor
30 ezer forintot. Kerestem, és én ennek is már nagyon-nagyon örültem egyébként, és tényleg nagyon-nagyon jó érzéssel töltött el az, hogy az, amit szeretek csinálni, amit nagyon szívesen csinálok, és ugye tényleg ingyen csináltam végig, mert hát szeretem csinálni, hogy most ezért pénzt kapok, ez nekem nagyon-nagyon jó érzés volt. Akkor utána jött az október, ott már 50-55 ezer forint körül kerestem, novemberben 80 ezer forint, december volt a legjobb hónap, ugye ott vlogmaszt csináltam, tehát minden egyes nap kiment egy hosszú videó, ott 145 ezer forintot kerestem, január lecsökkent eléggé, ott 85 ezer forint volt, február 80-82 ezer forint, és most itt vagyunk ugye márciusban, ez még nem tudom, hogy mennyi lesz, de ez is ilyen 80 ezer forint körül, úgyhogy most nálam így eléggé stagnál. De egyébként ezeket most nem azért mondom el, hogy most itt álljuljatok el, hogy Jézusom, én mennyit keresek, mert ezek nem is ugye óriási összegek föl. Egyedül vagyok most Mirussal, egyedül nevelem, és egyedül kell fenntartanom magunkat, úgymond. Jelenleg most ez így a YouTube által, ez nem elegendő ahhoz, hogy megéljünk. Hál' az égnek most ebben a hónapban így beindultak az együttműködések is, több felkérésem is volt, úgyhogy akkor most beszélnék az együttműködésekről, hogy miket vállaltam eddig el, és miket fogok még elvállalni, meg most még folyamatban is van néhány együttműködés, amik hamarosan láthatóak lesznek a csatornámon. Igazából tavaly ősszel kerestek meg először egy játékbolt, ott kaptunk ajándékba játékot Mirusnak, és arra kellett készíteni egy videót, tehát ilyen barter együttműködés volt. Kaptunk anyalánya kabátot is, az is egy barter együttműködés volt, ugye megkaptuk a kabátokat, és cserébe videót készítettem. Megmondom őszintén, egy éve, amikor elkezdtem a videózást, én nem is gondoltam abba bele, hogy ez az együttműködés, ez egy ilyen lehetőség, nem tudom, hogy miért, de ez így nem igazán volt nekem akkor a fejemben. Aztán most így tavasszal ugye gondolkoztam, hogy mihez kezdjek, mert szeretnék Mirussal sok időt tölteni, én nem akarok olyan munkahelyre menni, amit utálok, mert én nem fogom úgy leírni az életemet, hogy valami olyasmit csinálok, amit utálok, és hogy panaszkodom csak. Tehát ez nem én vagyok, ez nem fog megtörténni, ebben biztos voltam. És ezért folyamatosan keresem a lehetőségeket, és jönnek is a lehetőségek hozzám. Most február-márciusban kaptam már felkéréseket együttműködésre, voltam egy bráncsolós helyen enni, ahol ingyen ehettünk, és erről ugye cserébe én egy videót készítettem, és egyébként tök jó hely volt, meg nagyon finom volt a kaja, és nagyon szívesen készítettem erről tartalmat természetesen. Akkor még ilyen barter együttműködés volt, most a legutolsó szájfeltöltésem is. Egyébként én kerestem meg őket, mivel pár hete így eldöntöttem, hogy jó, akkor én meg fogok keresni olyan cégeket, termékeket, szolgáltatókat, amiket egyébként is használok, amiket egyébként is igénybe vennék, és megpróbálok megegyezni egy barter együttműködésben velük, hogy ugye megkapom ingyen a terméket, a szolgáltatást, és én készítek egy videót cserébe. Ugye a szájfeltöltésem is igazából most így történt, hogy én kerestem meg őket, és én nagyon-nagyon boldog voltam, hogy mondták, hogy természetesen benne vannak, készítsek videót, úgyhogy készítettem videót, meg Instára is posztolt, meg képeket. Tényleg a legprofibb hely, ahol eddig voltam szájfeltöltésen, ugye 6 éve járok már, tehát jó néhány helyen voltam, de igazából most volt először az érzésem, hogy ide nagyon-nagyon szívesen visszatérek. Itt orvosok végzik a beavatkozásokat, és én ezelőtt nem orvosoknál voltam, hanem kozmetikusok, vagy nem tudom, hogy milyen végzettségük volt. Igazából ez lényegtelen is, de itt orvosok végzik a beavatkozást, és hát látszik is a profi munka, mert tényleg nagyon-nagyon gyors volt, és most volt az első olyan szájfeltöltésem, hogy utcára mertem menni. Most azt leszámítva, hogy nagyon duzzadt volt a szám, illetve még most is duzzadt, mert 5 napja voltam. De nem voltak tűszúrások, vérpöttyök, bevérzések a számon, és előttem mindig volt. Úgy néztem ki konkrétan általában, mint akit szétvertek. Most viszont ez tényleg nagyon profi volt. Ismételten kaptunk anyalánya szettet, az overallokat, amikről már készítettem videót, és most azokban fogunk menni fotózásra Mirussal. Úgyhogy itt is igazából annyit beszéltünk meg, ugye, hogy megkaptuk ingyen a ruhákat, és cserébe videót készítek. Illetve most ugye fotózásra is ezekben a ruhákban megyünk, tehát lesznek profi képek is az anyalánya szettben. Lesz még egy szépészeti beavatkozás most az elkövetkezendő hetekben, most ezt így nem akarom elmondani, hogy nem műtét jellegű, vagy semmi ilyesmi. Ez is egy barter együttműködés. Van még egy barter együttműködés, ami még szintén nem jelent meg a videóim között. Ez is így az egészséges táplálkozással kapcsolatos igazából, és hamarosan látható lesz barter együttműködés, tehát ingyen megkaptam a termékeket, és ugye cserébe videót készítek. Egyébként ez is úgy jött össze, hogy én kerestem meg őket, mert valahol lehet, hogy TikTokon meglátom a termékeiket,
és én mondtam, hogy nekem ez a termék kell, én ezt használni akarom, és így megkerestem őket, és mondták, hogy természetesen szívesen küldenek egy csomagot, és akkor én cserébe készítek egy videót. Kaptunk egy könyvcsomagot, meg ilyen matricás foglalkoztató csomagot. Nem is volt egyébként kettő könyv a csomagban, illetve Mirusnak voltak matricás könyvek, foglalkoztatók, meg mesekönyvek. Ez is egy olyan kiadótól jött, akiktől én már korábban többször rendeltem. Nagyon szeretjük a foglalkoztatóikat, tehát nagyon-nagyon boldogan vettem a megkeresést, amikor írtak, hogy szeretnének küldeni egy csomagot, és akkor cserébe ugye én készítsek videót. Én nagyon örültem ennek a megkeresésnek is, mert ez is egy olyan megkeresés volt. Hogyha nem keresnek meg, akkor valószínű, hogy én adtam volna a rendelést hozzájuk újra. Láthattatok is már Instagramon sztorit, illetve videó is kikerül hamarosan. Most hamarosan jönni fog egy haul videó. Megkeresett egy cég, akiktől szintén már többször rendeltem, szóval valószínű, hogy ezért is kerestek meg, mivel ugye teljesen beleillik így az én csatornámba, a tartalmakban, amiket készítek, ők kerestek meg, kiválasztottam termékeket, amikről ugye cserébe én videót készítek, illetve ők már fizetnek is. Megmondom őszintén, hogy először így fogalmam nem volt, hogy mennyit lehet elkérni egy videóért. Keresőn néztem utána, és egy amerikai oldalt találtam, ahol le van írva, ugye, hogyha ennyi feliratkozód, ennyi követőd van, akkor körülbelül mennyit kérhetsz el úgymond egy YouTube videóért, vagy egy shortért, vagy egy TikTok videóért, és így ezek alapján kalkuláltam ki egy árat igazából. Úgyhogy itt a termékekről lesz majd hosszú videó, meg short videók is, és ez is ugye egy olyan együttműködés, ami egy olyan céggel van, akiktől egyébként már korábban többször rendeltem. Van még együttműködésem még egy céggel, akik szintén termékeket küldtek nekem, illetve fizetnek is videónként ugye a tartalomért, és itt is egy olyan termékről van szó, amit egyébként korábban is használtam már, és most is nagyon aktuális, mert egy picit megint így ilyen összevisszaság van az étkezésemben, az étrendemben, szóval ez is egy olyan termék, amit én használtam, szeretek és szívesen ajánlok tovább nektek is. Ezen kívül lesz még egy étterem, ahova elmegyünk enni. Ez igazából egy meghívás úgymond kettő főre, tehát ingyen ehetünk. Szóval így nagyjából most ennyi ilyen együttműködéseim voltak, vannak folyamatban, mint mondtam, többnyire barter együttműködések, de most kezdenek már megkeresni úgy is, hogy a terméket küldik, vagy a szolgáltatást kapom, és még ugye, hogy fizetnek is akkor a videóért, mivel ugye egyre nagyobb a nézőközönség, itt YouTube-on is, a TikTok csatornámon is nőnek a követőszámok, és ugye ilyenkor már fizetnek is a posztokért, eléggé durva pénzek vannak ebben. És én úgy gondolom, hogy semmit nem csinálnék csak a pénzért, de ha valami olyan megkeresésem van, amit egyébként is használok, szeretek, amiben hiszek, amit őszintén tudok tovább ajánlani nektek is, akkor szerintem hülye lennék nemet mondani a pénzre, mert pénzből élünk, és nekem is szükségem van a pénzre, és ha tényleg ezzel tudok Mirusnak egy jobb életet, jobb jövőt biztosítani, akkor azért én tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok, és köszönöm nektek is, mert ugye, hogy itt vagytok, hogy nézitek a videókat, ez ennek is köszönhető. Szóval tisztában vagyok vele, hogy nélkületek én most nem lennék itt, nem lennének ezek az együttműködéseim sem. Úgyhogy ez a márciusi hónap, nekem ez egy eléggé kirobbanó hónap, hogy úgy mondjam, mert tényleg jó néhány együttműködésem volt, van, mint ahogy említettem is, most folyamatban is vannak, és én annyira hálás vagyok ezért, és tényleg így rájöttem, hogy annyira szeretem ezt csinálni. A napokban érkezett egy kommentem egy hölgytől az egyik short videómhoz, ami egyébként egy hirdetés volt, tehát egy olyan terméket mutattam be, ami egy együttműködés által jött létre. És a hölgy oda kommentelt, hogy fizetett reklám, vagy fizetett hirdetés, szomorú fej. És én megkérdeztem, hogy ez miért szomorú, vagy mi a gond ezzel, hiszen egy olyan terméket mutattam be, amit egyébként is használtam, használok, amiben hiszek, ami szerintem jó, és másoknak is segíthet, akik hasonló cipőben járnak, mint én. Másoknak is megoldást nyújthat ez a termék, ahogy nekem is. A hölgy pedig igazából nagyon-nagyon erős nézőponttal rendelkezett, és igazából szerinte ízléstelen az, hogy én pénzt kapok egy ilyen posztért. Nem tudom, hogy miért, hiszen előtte rengeteg olyan posztom készült, amiért nem kaptam pénzt. Hirdettem a DM-et, a Rossmant, a DM-ben kapható termékeket, ajánlottam, rengetegen vettem ruhákat, könyveket, meg ételeket, olyanokat, amiket én bemutattam, annak hatására, hogy ugye megmutattam őket, és mondtam, hogy jó, és nekem bevált. És mindezt ingyen csináltam. És tök érdekes, hogy amikor meg már kapok is ezért pénzt, akkor az már ízléstelem. Én úgy gondolom, hogy a magyar emberek többsége, tisztelet a kivételnek, úgy gondolkozik, hogy a pénzért keményen meg kell dolgozni. A pénz csak akkor jön hozzánk, hogyha valami olyat csinálunk, amit utálunk, és ha ledolgozzuk a napi 8-10-12 órát gyárban, vagy egy olyan munkahelyen, amit nem szeretünk, akkor becsületes, jó ember vagy, mert te dolgozol. De ha ilyennel keresed a pénzed, hogy mondjuk tartalmakat gyártasz, tartalmat osztasz meg az interneten, akkor
akkor te szar vagy, akkor te nem vagy jó az ő szemükben. És igazából tökre nem hatott meg az üzenete, a kommentje, ott is hagytam a videó alatt, mert én neki is elmagyaráztam, hogy én csak olyan együttműködéseket vállaltam el eddig is, és fogok is elvállalni a jövőben, amikben én hiszek, amik szerintem jók, és amiket őszintén tovább tudok ajánlani nektek is. Mivel ugye már több mint egy éve készítek videókat, és akik régebb óta nézik a videóimat, tisztában vannak vele, hogy én hogyan élek, hogy mik a fontosak nekem az életben, milyen értékeket képviselek, tehát nem fogok hirdetni cukros, hízlaló, egészségtelen ételeket. Nem fogom azt hirdetni, hogy nézzétek a tévét egész nap, mert tudjátok, hogy nekünk tévénk sincsen, és mi rengeteget olvasunk a kislányommal, de igen, elfogadtam egy könyvcsomagot ingyen, videó egy cserébe, mert amúgy is megvettem volna, miért ne fogadnám el? És igen, még a jövőben is meg fognak keresni, hogy fizetni akarnak a videóimért, a posztjaimért, olyan termékekkel, amiket nagyon szívesen használok, akkor el fogom fogadni. Mint azt említettem is korábban, szerintem hülye lennék nemet mondani az olyan együttműködésekre, amik olyan szolgáltatásokat, termékeket tartalmaznak, amiket egyébként is megvennék, használnék. És tisztában vagyok vele, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy tartalomgyártók, influencerek, ők nem csinálnak semmit, nem dolgoznak. Az ő nézőpontjukból, az ő szemszögükből nézve ez így is van, mert akik videókat készít, azok többsége nem megy be napi 8-10-12 órára dolgozni sehova, hanem a videókat készítik, szerkesztik. Viszont én elfogadom mindenkinek a véleményét, azt, hogy másképpen gondolkozik, mint én senkire nem akarom leerőszakolni, hogy úgy gondolkozzon, mint én. Azt sem akarom, hogy nekem akarja valaki megmagyarázni, hogy neki van igaza, mert az az ő igazsága, az én igazságom pedig itt van nálam. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a jövőben is én ugyanolyan tartalmakkal fogok jönni, mint eddig, amiben ugye őszintén elmondom az érzéseimet, amikkel remélhetőleg tudlak titeket segíteni így az anyaságban, az önfejlesztés területén, vagy ha egészségről, mozgásról van szó, remélem, hogy a továbbiakban is tudlak inspirálni, motiválni titeket, nekem ez a célom, és nagyon-nagyon jól esik tényleg, amikor anyukák írnak nekem, hogy segítettem nekik, hogy inspirálom őket, hogy motiválom őket, most sokkal türelmesebb anyukák, teljesen másképp csinálnak dolgokat, és jobban érzik magukat. Nekem egy fantasztikus érzés, tényleg, el nem tudom mondani, hogy mennyire jó érzés. És rengetegszer eszembe jutott korábban, hogy abba hagyom a videózást, mert korábban eléggé meg tudtak viselni ezek a negatív hozzászólások, de most már nem, mert tisztában vagyok vele, hogy ahogy egyre több embert elérnek a videóim, a tartalmaim, úgy lesz egyre több negatív komment és hozzászólás is. Ez így van jól, és azokból is tudok építkezni, vagy ha nem, akkor egyszerűen csak elengedem őket. Szóval itt tartok most, nagyon-nagyon sok tervem van egyébként erre az évre, amik most így alakulóban vannak. Én tényleg úgy vagyok vele, hogy csak a pozitív, jó dolgokra koncentrálok, és engem az visz előre, amikor ti írtok nekem, hogy mennyire szeretitek nézni a tartalmakat, hogy mennyire sokat segítettem nektek, nekem emiatt éri meg igazából ez az egész videózás. És én úgy gondolom, hogyha valaki valami olyat csinál, amit szeret, amit szívből őszintén csinál, akkor ott meg fog jelenni a pénz is. Mert olyan nincs, hogy valamit te szívből őszintén csinálsz, bármilyen hobbi, mondjuk elkezded, és hogy ott nem fog megjelenni a pénz. Mert én tényleg úgy gondolom, hogy ez egy idő után meg fog jelenni. Ez így törvényszerű igazából. És ezért is alakult ki nálam is az ugye, hogy már a YouTube-tól is kapom ugye a pénzt, illetve hogy most már jönnek az együttműködések is. És én ezt nagyon-nagyon szeretem csinálni. És őszinte vagyok, és magamat adom, és annyit tudok mondani, hogy ez ezentúl is így lesz, sőt, ha még lehet, akkor még inkább próbálok majd többet mutatni magamból. És köszönöm, hogy itt vagytok, és nagyon izgalmas évnek nézünk elébe, igaz már március vége van, de akkor is tudom, hogy ez az év, ez nagyon-nagyon jó év lesz. És annyit tudok ajánlani nektek egyébként, hogy bármi is az, amit szeretnétek csinálni, ami a szívetekben van, csináljátok, vágjatok bele, ne foglalkozzatok senkivel. Az emberek így is úgy is ítélkezni fognak. Ha nem csinálod azt, amit szeretnél, akkor is el fognak ítélni. Még mielőtt elkezdtem videózni, akkor is én is kaptam ítélkezéseket. Az emberek úgy gondolták, hogy tudják, hogy ki vagyok, mi vagyok, és így megvolt a véleményük rólam néhány embernek, és miután elkezdtem a videózást is kapok ítélkezést természetesen, szóval tök mindegy, hogy mit csinálunk. Az emberek ítélkezni fognak. Ezért szerintem sokkal jobb, hogyha azt csináljuk, amit szeretünk, és aki pedig ítélkezni szeretne, őt hagyni kell, hogy ítélkezzem. Ez az ő problémája igazából. Úgyhogy csináljátok azt, amit szerettek, ez az én tanácsom nektek, vágjatok bele, akármi is az, és ne foglalkozzatok senkinek sem a véleményével, mert egyetlen egy ember véleménye számít úgy igazán, az pedig a ti saját véleményetek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, ha bármi kérdésetek van, akkor írjatok nyugodtan akárhol. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Hálás
vagyok tényleg a támogatásért, amit nap mint nap kapok, kapunk tőletek. Legyen nagyon szép napotok, estétek, sziasztok!